Ugye nagyon fontos az, hogy amikor bónuszt akarsz levásárolni, akkor ahhoz szükséged lesz egy PIN kódra. Tehát anélkül nem működik a bónusz levásárlás, viszont a jó hír az, hogy PIN kódot létrehozni, PIN kódot igényelni is viszonylag egyszerű folyamat, még hogyha az elején nem is tűnik annak. Ugye itt első lépésként természetesen be kell lépni az e-Wordbe, ami ha esetleg neked nem magyarul jelenik meg, akkor fölül a menüsoron ki tudod választani a magyar nyelvet, ugye be kell írnod a tagsági kódodat, a jelszódat és a négyjegyű biztonsági kódot, és amikor ugye beléptél az e-Wordbe, akkor itt a baloldali menüből ki kell választani a PIN kód igénylés menüpontot. Tehát rá kell kattintani a PIN kód igénylés menüpontra. Ugye itt meg fog jelenni egy oldal, amelyen ugye rá kell kattintani a détek szám igénylése kék színű feliratra. Ha rákattintasz erre a feliratra, és esetleg a képernyőn megjelenő hibaüzenetet jeleníti meg neked a rendszer, ami nagyon gyakran előfordul, akkor ugye ez azt jelenti, hogy sajnos nincs elmentett telefonszámod a rendszerben. Ugye nagyon fontos, hogy ezt a kódot ezt csak SMS-ben tudod megkapni, tehát ahhoz, hogy ugye a rendszer működjön, ahhoz kell, hogy legyen regisztrált telefonszámod az adatbázisban. Most, ha ezt a hibaüzenetet kapod, akkor a bezárás gombra kell elsőként kattintani, és utána alul a személyes információ menüpontban ellenőrizni tudod, hogy valóban hiányzik-e a telefonszám a profilodból. Ugye ezt mindenképpen pótolni kell, mert telefonszám nélkül nem fogsz tudni PIN kódot igényelni. Sajnos a rendszer nem teszi lehetővé, hogy te magad hozzáadd a személyes profilodhoz a telefonszámodat. Itt egy e-mailt kell írni az isc@dxm.hu e-mail címre, és ugye ebben az e-mailben meg kell írnod a telefonszámodat, és kérned, hogy adják hozzá ezt a telefonszámot az e-Word személyes profilodhoz. Ugye ezt én többször is megtettem különböző munkatársak esetében az elmúlt 2 hétben. Minden esetben 24 órán belül megtörtént ez a hozzáadás, telefonszám hozzáadás, és ugye ekkor tudunk újra nekifutni a PIN kód igénylésnek. De hogyha veled nem ez a helyzet, és neked van regisztrált telefonszámod a rendszerben, akkor ugye neked ez az üzenet fog megjelenni a képernyődön, ami arról tájékoztat, hogy a détek szám sikeresen megérkezett a telefonodra, és ugye ezt 20 percen belül fel kell használnod. Tehát ha nem sikerül 20 percen belül felhasználnod, akkor természetesen kérhetsz újat, de jó esetben ugye, ha a bezárás gombra kattintasz, és megnyitod a telefonodon az üzeneteket, akkor a következő üzenetet kell látnod. Ennek az üzenetnek az elején kék színnel szerepel ugye ez a 6 jegyű détek kódod. Utána visszatérsz az e-Word oldalára, és ezt a 6 jegyű détek kódot ezt be kell írnod a megjelenő mezőben, és ugye rá kell kattintani a beküldés gombra. A következő megjelenő oldalon pedig meg kell adni a személyes PIN kódodat. Ugye a személyes PIN kódod az egy 6 számjegyű számsor, ugye ezt neked kell kitalálni, és be kell írnod ide a felső PIN kód mezőbe, és utána ugyanezt a PIN kódot be kell írni az alsó ellenőrző mezőbe is, és érdemes ezt a 6 jegyű számot nagyon jól megjegyezni, akár írd is fel magadnak, mert ugye enélkül nem fogsz tudni bónuszt levásárolni semmilyen módon. És ugye ha kitaláltad és beírtad a saját személyes PIN kódodat, akkor a beküldés gombra kell kattintanod, és ugye a rendszer ki fogja neked írni, hogy a PIN kódot sikeresen módosítva lett, hát ugye az első alkalommal ez létrehozva lett, nem is módosítva. Ezt később ugyanezzel a metódussal lehet módosítani is. Jó, tehát ez a PIN kód kell ahhoz, hogy bónuszt tudj levásárolni a rendszerben.